frontok, szélsőséges időeshelyzetekben. 2004-ben volt az a pillanat, amikor a 030-as mobiltelefon, amit akkor azt hiszem Vesztennek hívtak, és átváltott C-mobilra, és egy ilyen reklámkampányt csináltak. Budapesten béreltek egy hatalmas kiterjedési léghajót, ezt fölfestették a T-mobilnak a Bugyi Rózsaszín, vagy nem tudom milyen szín, majd kérdezni elzőződés. Valamilyen színe van. Olyan, mint a Blumdona. Körülbelül, ahhoz hasonló, igen. Tudni, színtévesztő vagyok. Én is inkább piros lámpára szoktam átmenni, és zöldön meg megállok, és utána nem értem, hogy mi van. Ez vicc volt. De nem zöld, jó? Na, magyarán volt egy ilyen reklám kampány a következő képpen. Budaörsi reptéren ez a hatalmas kiterjedésű léghajó minden este felszállt, van a pilóta, és mellette van a segédpilóta, és ezeket a képeket én attól a segédpilótától kaptam, aki a Marinnál hivatásos pilóta, csak mint vendég, gyönyörködött a városban, hát látjátok az Erzsébet hídra, a Citadella, nagyon szépen lehetett látni. Ezen az estén is, június 10-én felszállt Budaörstől a léghajó, eljutottak ide a Gellért-hegy tetejéig, amikor a pilóta nyugat felé visszatekintve Bicske, Tatabánya, Győr vonalban egy nagyon-nagyon erőteljes zivatar lánc felhőzetét látta meg, és abban a pillanatban konzultált természetesen mind a budaörsi, mind pedig az angol meteorológiai szolgálattal, mert angol volt, amit ezt még hozzáteszem, tehát nem is magyar volt a pilóta, hogy ő úgy érzi, és nagyon rutinos versenyző, tehát nem első éves pilótát küldtek erre a dologra, hogy ő visszafordulna. Na most ez a visszafordulás nem olyan, mint amikor Schumacher, ugye esőgumi helyett szárazgumit, és 10 perc alatt ott van a kicserélik a kereket, és már megy tovább a depóból. Tehát ennek ez egy lomha mozgású valami, innen elég sok idő kell, még visszamegy Budaörsre a reptére. Ám a manőver sikerül. Remélem. Ezen a képen az van. De kb. Ilyen lassan jutott oda. Ezt azért csináljuk itt. Tehát odaér, ez a budaörsi reptér. A budaörsi reptér, itt van ugye a pilóta és a segédpilótának a fülkéje. És azért ezt szeretném megmutatni a méreteket, hogy ott van fönn az a bácsi, ezen a hatalmas osztopon, ahová kikötik ezt a tényleg bazinagy. Na, szóval azért nem kicsi. Így is lehet mondani. Kikötötte oda, hogyha jön a vihar, és még a vihar nem érkezett meg, akkor ez legalább biztonságban lesz. És hát látható a méretekből, mint az oszlop mérete, mint pedig, hogy mekkora a cepelinnek a mérete, hogy az emberkék az elég kicsik ehhez képest. És jött a vihar. Jól látta a pilóta is. Ez a vihar... Képzétek el, hogy az ember, aki fönn volt az oszlopon, tényleg nagyon jó munkát végzett, nem tudta letépni, tehát. Viszont fogta magát egy pap, ez azért egy izmos oszlop, tehát ez olyan oszlop, amit így fogta magát egy gyufaszálas kertészőt, és ha már megkötöttek engem itt, mint léghajó, akkor letépem azt a vásztat, ami borította, ezt csinálta a szél. És ezt a vásztat így elkezdte, azért itt már fújál rendesen a szél, tehát itt látható, hogy ez már a vihar kerül közepébe, és az égről is lehet látni, hogy megérkezett ennek a viharfrontnak a felhőzete. Ezt neki csapta egy helikopternak, majd aztán felborított egy repülőt. És nekem ez a döbbenetes. Egy reklám, de egy elég nagy, talán ez nem egy kicsi reklámtábla, ez egy olyan nagyon nagy reklámtábla, és ezeket az oszlopokat fogta, és így, meghajlik az elég szörben. Ezeket a képeket azért mutatom elsősorban, hogy itt Magyarország térségében is egy-egy ilyen viharciklon vagy viharfront mekkora erővel bír, mekkora károkat tud előidézni, és hogy mennyire kell tisztelni a természetet, tehát hogy ha felszoktatok nézni az égre, és láttak egy nagyon szép ilyen karfiolra emlékeztető gomoly felhőt. És én időként lehet, hogy azért én meg vagyok fertőzve a dolgokat, meg szoktam nézni, hogy a repülők milyen picik ott a mellett, tehát ugye a tisztes távolságig elkerülik ezeket az ivatar felhőket, hogy mekkora a méretbeli különbség. Egy ilyen zivatar felhő, amiből még nem is esik az eső, még nem is csinál ekkora szelet, vagy nem okoz ekkora szelet, mint ami ezt okozta, egy ilyen felhőnek az